a magyar írásbelikkel indult az érettségi. Betyárbazár majális és anyák napja május 1-én. Kukaborogatás az éjszakában, szemtanúkat keres a rendőrség. Jó estét kívánok, május 2-a van, jönnek a nap legfontosabb hírei. Országszerte több mint 76 ezer végzős diák ült ma be az iskolapadokba, és a magyar nyelv és irodalom tantárgyal megkezdték az írásbeli érettségit. A fiataloknak szövegértési és szövegalkotási feladatokat kellett megoldaniuk, ezekre 240 perc állt a rendelkezésükre. A szövegértési feladat Moravcsik Gyula a Papíruszok világából című könyvének egy részlete volt, a szövegalkotásnál pedig Tamási Áron, Vörösmarty Mihály és I. és Gyula művei adták az alapokat. Izgatottan várják a feladatlapok kiosztását a Vakbottyán János Katolikus Középiskola végzős diákjai. Sokan már inkább a pihenést választották a hétvégén, hiszen 4 évnyi tananyagról kell most beszámolniuk a magyar nyelv és irodalomírásbeli érettségén. Készültünk, én is készültem, többiek is készültek, nem izgulok, hál' Istennek. Majd kiderül most, hogy mi lesz, de remélem nem is lesz szokom izgulni. Itt több mint 10 teremben összesen 137 diák írta meg a magyar érettségit, amely 2 részből állt. A szövegértésben Moravcsik Gyula a Papíruszok világából című könyvének egy részletét kellett értelmezniük a végzősöknek, a szövegértelmezésnél pedig Csóri Sándor, Tamási Áron, Vörösmarty Mihály és I. és Gyula műveiből kaptak szövegrészletet. Mindenre 4 órájuk volt a diákoknak. A most leérettségizőknek már kötelező volt 50 óra közösségi szolgálatot ellátniuk, ez volt a feltétele annak, hogy érettségizhessenek. A most 11-esek pedig más szempontból lesznek az elsők egy új rendszerben. A következő évfolyamnak már kötelező lesz a szakmai érettségi, tehát akik most érettségiznek, ők a régi, nem túl hosszú rendszer szerinti utolsó fecskéink lesznek, és a következő évtől pedig kötelező szakmai érettségi lesz. Városunkban ma reggel közel 600 diák kezdett neki az írásbelinek. A mai érettségi vizsga után mosolygós arcok távoztak az iskolából, de azért találkoztak nehéz feladatokkal is. Nagyon izgultam tőle, de ahogy kinyitottuk, akkor ugye ilyen régi, ókori kultúrával kapcsolatos papíruszos feladatokat adtak, és akkor, mikor olvastam, megkönnyebbültem, de aztán megláttam a feladatokat, és egy kicsit nehéznek tartottam, de meg az idő is egy kicsit kevés volt, és de befejeztem. Timi a történelem vizsgától fél a legjobban, amely szerdán lesz, holnap pedig a matematika írásbelikkel folytatódik az érettségi. Mielőtt a diákok nekivágtak volna az utolsó nagy középiskolai felmérésnek, az érettséginek, búcsúztak a várostól, tanáraiktól és elballagtak az iskolából. A végzősöket hagyományosan a 11-esek búcsúztatták, a kiváló tanulók oklevelet kaptak és felcsendültek a jól ismert ballagási énekek is. A Berzenagy János gimnáziumból idén 137 diák búcsúzik, akik ma már túl vannak a magyar írásbeli érettségi vizsgán. Véget ért valami, ami 18 évig tartott, a gyermekkor, a felkészülési időszak. Hosszú korszakot zárnak le a most végzős diákok, ám az élet folytatódik új és más kihívásokkal. Így köszöntötte a ballagókat dr. Cinder Péter, a Berzenagy János gimnázium igazgatója. Az intézmény udvara megtelt sötét zakós és fehéringes ünneplőkkel, akik a beszédek előtt körbejárták az iskolát az idei év 120. napján. A ballagási ünnepség hagyományosan közös énekléssel, majd az alsóbb évfolyamon tanulók búcsú beszédével indult. Halljuk be! Csak ilyenkor tudatosodik az bennünk, hogy milyen felejthetetlen élmény volt bázis diáknak lenni. Tanáraitok mindig hittel és lelkesedéssel nevettek titeket a szépre, a jóra, az emberségre. Ezt követően a végzősök is egy emberként búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól és az iskolától. Minden hétfőn a pénteket vártuk, és minden nap az utolsó órán, és minden órában az utolsó perceket. Tűkönültünk végig, mintha sietünk volna valahová. Most, mikor tisztel visszaszámoltam magamban az utolsó kicsengetésig, 5-nél már azt kívántam, hogy legyen még egy évem, egy hetem, egy napom, vagy akár még 5 percem. Dr. Cinder Péter igazgató is átvette a szót, hogy méltóképpen elbúcsúzhasson a 12-esektől, akiket, mint mondta, nem diák tömegként, hanem közösségként ismert meg. Kedves, szerethető emberek vagytok, akik sokat tettek a közösségért, így a közösség, a kollektív Berzés emlékezet annak ellenére emlékezni fog rátok, és közösségünkhöz sorol,
hogy a fizikai érintkezéseink egyre ritkulnak majd. A gyöngyösi gimnáziumban egyébként minden végzős diák leérettségizhet, így ma 137 tanuló kezdte meg az utolsó nagy vizsgáját az iskolában. Május 1-én debütált az új mátrafüredi rendezvény, a Betyár Bazár. Több mint 500 árus csatlakozott a kezdeményezéshez, a szervezők a vásárt játékokkal ötvözték. A helyi részönkormányzat, a turisztikai destináció menedzsment szervezet, valamint a civil szervezetek célja az volt, hogy az ideérkezők minél több időt, minél tartalmasabban töltsenek el. A kezdeményezéssel egy időben szintén a településen 90. születésnapját ünnepelte a Mátra Vasút utasszállítása. 90 éves születésnap, bazári forgatag, rengeteg ember. Betyáros jókedv várta a Mátrafüredre érkező érdeklődőket május első vasárnapján. Megérkezett az ünnepelt a feldíszített kis vonat a mátrafüredi állomásra, ezt követően pedig felvágták a 90 éves utasszállítás ünnepére készített tortát is. Dr. Jung László, az Egererdő ZRT vezérigazgatója elmondta, kezdetben gazdasági célra, napjainkban már csak utasszállításra használják a kisvasutat. A faanyag mozgatás és így a kőanyag szállítása is, az 1984-ben megszűnt, és már csak és kizárólag személyszállítás célját fogadja. Így az Egererdő ZRT-nek három ilyen kisvasúti objektuma van, ezzel azt lehet mondani, hogy a top első az Egererdő ZRT a állami erdészeti részvénytársaság között. A látogatókat bazári forgatag várta Mátrafüreden, a településen megrendezett Betyár Bazárban több mint 50 árus kínálta portékáját. Egy olyan gyakorlatilag még Magyarországon nem létező új formát találtunk ki, amit mi csak úgy nevezünk, hogy outdoor shopping tour. Ez azt jelenti, hogy a kirándulást összekötjük egy kicsit a plázázással, de ennek a lényege az, hogy itt Mátrafüreden egy jó kis túrát tehet maga a család, és közben nem plázás holmikat lehet úgy igazából megtekinteni, hanem autentikus palóc, illetve kézműves termékeket. A látogatók két palóc betyárkalap, valamint betyárbajusz játékban is részt vehettek. Még Budapestről is érkeztek a rendezvényre, és nagyon élvezték a vetélkedőt. Már eléggé a vége felé járunk, már csak két kérdésünk van, illetve három pecsétet kell összegyűjtenünk, és elméletileg megvégeztünk. Aki viszont egy jó ízű, kondérban főtt ételre vágyott, annak érdemes volt ellátogatnia az üdülősoron megrendezett főzőversenyre is. Itt hagyományos palócétkek készültek. Tavaly évben kezdtük el a főzőversenyt május 1-én. Nagy sikere volt a tavalyi évben is, és úgy gondoltuk, hogy idén is megismételjük. Hála Istennek 7 csapat nevezett a mostani főzőversenyünkre. Ezen a napon lehetett továbbá különleges borlekvárt és házi készítésű szörpöt kóstolni, szűröket és ostorokat vásárolni, sőt lovagolhattak is. Emellett koncert is várta a látogatókat. Idén az anyák napja és a majális egy napra esett, ezért ma majális elnevezéssel egésznapos programok, koncertek, vidámpark, kézműveskedés, arcfestés és számos kikapcsolódási lehetőség várta a családokat a főtéren. A Mátrai Gyöngyszem Nagycsaládos Egyesület, az Új Nap Egyesület és a Societas Gyöngyös közös szervezésében megvalósult rendezvényre a jó időnek is köszönhetően nagyon sokan látogattak ki. A kisgyerekesek és a családosok szórakoztatása volt a középpontjában az idei gyöngyösi majálisnak, ahol olyan sztárfellépők is színpadra álltak, mint Balási Betti és Varga Feri, egykori megasztárosok. Persze nincs főtéri szórakozás tánc és táncosok nélkül sem. Felléptek a zumbások, a gyöngyösi mazsorett együttes apróságai, az akrobatikus rock'n'rollosok és a black jam tánc együttes hip-hop táncosai is. A gyerekek közelebbről megvizsgálhatták a kékes kutatómentők eszközeit, mini vidán parkozhattak, csillámtetováltathattak, arcot festethettek, ehettek, ihattak kedvükre ezen a napon. Mivel mi ugye a Nagycsaládos Egyesületnél a családokat és a gyerekeket tartjuk legfontosabbnak, ezért úgy gondoltuk, hogy a majáris alkalmából az édesanyákat is köszöntsük, és ezért csináltunk egy ilyen rendkívüli programot, hogy a Mama Majárist összehoztuk, ahol az édesanyákat a gyerekek nem csak szűk családi körben és otthon tudják köszönteni, hanem itt a nagy színpadon, illetve a közönség előtt, a város lakói előtt. Igazi civil összefogással valósult meg ez a rendezvény. A rengeteg támogató mellett a főbb szervezők, Orosz Bálint János, a Societas alelnöke, Pál Ivett, az Új Nap Egyesület elnöke, és Veres Andrea, a Mátra Gyöngyszem Nagycsaládos Egyesület elnöke volt.
10 Gyöngyösi utcában borogatták ki éjszaka a kézi szemeteseket. Az üggyel kapcsolatban ismeretlen tettesek ellen feljelentést tettek. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság és a Városgondozási ZRT várja a szemtanúk jelentkezését. A 80-asban, a Dombon és a Belvárosban összesen 10 utcában élők ébredtek ma reggel arra, hogy valaki vagy valakik kiborogatták a kézi szemeteseket. Volt, ahol a lakók szemétszedéssel kezdték a napot. Reggel, amikor kiléptem a házunkból, akkor láttam, hogy ki van szórva szemetesből az összes szemét. Fogtam, összeszedtem, ennyit tudok mondani. De hogy ki tette, vagy mi történt, azt nem tudom. A Városgondozási ZRT-t reggel értesítették a történtekről. A cég vezérigazgatója azt mondja, a kukaborogatás nagy valószínűséggel nem egy egyszerű kamasz csíny volt. Így, hogy a város három különböző egymástól távoli pontján így még nem fordult elő. Ezért is gondoltuk, hogy ez nem véletlen. Tehát komplett utcákon végigmenni és úgy borogatni a kézi szemeteseket, az valószínű, hogy nem egy hirtelen felindulásból elkövetett tett. A belvárosi területeket leszámítva az érintett utcák nagy részében nincsenek térfigyelő kamerák, ezért a Városgondozási ZRT a lakosok segítségét kéri. Rendőrségi feljelentést is tettünk ez ügyben, mert azért az nem lehet véletlen, hogy a városnak eltérő, viszonylag távoli pontjain történtek ezek az események. Tehát arra kérünk mindenkit, hogy ha látta, hogy kik voltak, vagy látott egyáltalán valakit, aki ezt tette, nem is tudja beazonosítani csak az időpontot, már az is segítség a rendőrség számára. A szemtanúk jelentkezését a Városi Rendőrkapitányságon, vagy a 311-735-ös telefonszámon várják. A labdarúgó megyei első osztályban a Gyaka Füzesabon csapatát látta vendégül. A Gyöngyös a füves pálya megkímélése miatt a műfüves pályán volt kénytelen fogadni ellenfelét, mivel a hétközi kupamérkőzésen sajnos tönkrement az Egri úton több millió forintért felújított füves játéktér. A mérkőzés gyors hazai góllal indult, majd további találatok csak a második játékrészben születtek. A vendégek jól küzdöttek ugyan, de a hazai csapat akarata érvényesült, ami megérdemelt győzelmet hozott. Jó felfogásba játszott a csapat. Ugye nagyon nagy zicsereket hagytunk ki, ez ugye egy kicsit bosszantó volt, de egyébként ahogy kidolgoztuk a helyzeteket és amit játszottunk, ugye az alapján volt, ahogy mi elterveztük ezt a mérkőzést, ugye csak ezek a gólok hiányoztak, de a szerencsére a második fél időben azért már volt két nagyon szép gól is, ami ugye a szélről, amit ugye eddig hiányoltam, hogy a szélről való beadásaink ugye nem úgy sikerülnek, ahogy ez kellene, de most abból is ugye gólt értünk el, úgyhogy úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk. A találkozón Laurinec Ákos két alkalommal is betalált az ellenfél kapujába. Most igazából annak örülök, hogy sikerült azt megvalósítani, amit Robi kért, a mester, hogy szélről való beadásokra jobban érkezzünk, azokból születtek a gólok, úgyhogy ez a mérkőzés mindenféleképpen előrelépés abban, amit kért. És igyekszek minél több gólt vinni, hogy megálljam a bizalmat, hogy ide kerülhettem. Jól érzem magam Gyöngyösön, és remélem, hogy jövőre magasabb osztályba tudok játszani a csapattal együtt. A Gyak 4-0 arányú győzelméből a gólok tekintetében Pilinyi és Oravec is kivette a részét. A csapat a tabella élén 69 ponttal áll a 25. fordulót követően. Laurinec a folytatásban vasárnap Egerszalókra utaznak majd. A szakmai egyeztetéseket követően 100 milliárd forint támogatást kaphat a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program forrásaiból az élelmiszeripar. A kormány az élelmiszeripar fejlesztésére 50 milliárd forint visszanemtérítendő és 50 milliárd forint visszatérítendő támogatást tud mobilizálni. Lázár János hangsúlyozta, az élelmiszerfeldolgozást fejleszteni kell a versenyképesség javítása érdekében. Május végére lesznek pontos adatok a fagykár okozta zöldség és gyümölcs termés kiesés mértékéről. A kárenyhítési alapban 24 milliárd forint van, ebből az összegből azok a gazdák részesülhetnek, akiknek a vesztesége eléri a 30%-ot. A fagykár az ország területét mozaikszerűen érintette. A gyümölcsfélék közül főként a szőlőt, az almát, a diót és más csonthéjasokat, a zöldségfélék esetében pedig a kukoricát. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. Délután 5 órakor a Magyar Telekom 475, a MOL 16680, az OTP 7234, a Richter pedig 5455 forintba került. Egy órával a zárás előtt a hivatalos tőzsdeindex a BUX 26979 ponton állt.
Jönnek a nap legfontosabb hírei, még egyszer röviden. A magyar írásbelikkel indult az érettségi. Betyár bazár majális és anyák napja május 1-én. Kukaborogatás az éjszakában, szemtanúkat keres a rendőrség. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális május 2-án, találkozunk holnap is a szokott időpontban, addig híreinket elolvashatják a www.gyöngyöstv.hu oldalon, és minden jót a viszontlátásra!